a csasziba úszni mentem először, hogy megtanuljak. Nem, mai napig nem tudom, hogy tanultam meg úszni, valahogy megtanultam, de nem fülött hozzá a fogam, akkor eltelt 2-3 év, akkor próbálkoztam más sportágakkal, vívás, kézilabda, foci. A kézilabdával egyszer eltaláltak Szívgödrön, akkor abba hagytam a kézilabdát, mert 10 percig nem voltam magamnál. Aztán fociban meg nagyon nagy volt a kapu, akkor azért hagytam abban, nagyon nagy kapuban nem tetszett. És aztán így keveredtem a vízilabda környékére. Úgy hívták az úszóedzőt a 21-es építőknél, hogy Mészáros Jani bácsi, aki nagyon jó szeme volt az úszás, és mondta, hogy ebből a gyerekből soha az életben úszó nem lesz, úgyhogy áttettek akkor a vízilabda csapat. Volt egy vízilabda csapat a 21-es építőknek, akkor még 21-es építők volt, és akkor én oda úgy kerültem, utána lett Budapesti építők, másodosztály csapat. Úgy kerültem oda a vízilabdázókhoz. Kicsit avasson be bennünket, hogy miből is áll a vízilabda kapuskodás, mert ugye egy átlag ember, hogyha betéved egy vízilabda kapu elé, és azt mondják, hogy védjél, akkor jön rá, hogy ott nem kéne elsüllyedni, gyakorlatilag végig kell taposni egy mérkőzést? Megállás hát, nélkül? Nem igazán. Hát vannak technikák, amivel úgy föl lehet tartani magát az embernek. Én speciál nem tudom, hogy tudtam fölmaradni, mert a mai napig olyan, hogyha elkezdek úszni, és nem kapálódzok, akkor elsüllyedek, mint a baltatán. Hát az átlag emberek többsége ezzel így van. Így voltam. Úgyhogy nem, van egy ilyen légzési technika, amelyik a kéz föl kell feküdni a vízre, ami úgy pihentető, és akkor nem kell csak egész lazán mozgatni a lábat. De akkor már kell taposni, amikor várható lövés? Persze, amikor már jön a támadás, akkor már föl kell készülni, persze. Edzésektől kellett-e félni? Azt olvastam, hogy Markovics Kálmánnál borzasztó kemény edzések voltak, csak gondolom a kapus abból annyit talán nem érzett. Hát hosszúak voltak, a babelmélet volt a Kálmánnak a nagy edzői elmélete, hogy minél tovább ázunk a vízbe, annál jobbak leszünk, tehát, mint a bab. És tényleg nagyon sokat edzettünk, hát mi is sokat edzettünk, mert benne kellett lenni a vízbe, úszattak, minket is úsztak, én nagyon utáltam, örök életemben, ma is utálok úszni, de hát kellett, és hát sokat voltunk benne a vízbe. Délelőtt 3 óra, délután 3 óra, sokat edzettünk nála. De hát végül is jó volt a csapat, úgyhogy megérte. Bár nem jött ki az eredmény Mexikóban, mert csak pekjükkel harmadikok lettünk. Kicsi szerencsém, a 4-szeres olimpiai bajnok vagyok végül is. Pekem volt. De jól tudom, akkor nem is volt veressége. Nem emlékszem rá. Nem. Válogatott, de olyan szerencsés helyzetbe kerültem mindig, hogy szerencsésen jött ki az eset, hogy valahogy a vesztes mérkőzéseken nem én védtem. Szegény Tibor vagy a szegény János mindig megkapta azokat a meccseket, ami végül is valamilyen oknál fogva vagy döntetlen, vagy vereség volt a vége. Úgyhogy nagyon-nagyon elkerültek engem a vereséget válogatott szinten. Annál többet kaptam a klub szinten, úgyhogy... Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, ez egy borzasztó tudathasadásos állapot lehetett. Tehát hogy lehetett megélni, ugye a Budapesti építőkben és a budapesti Spartakuszban játszott? Hát egyik sem volt nagy csapat. Nem lehet ezt mondani. Mi volt a csúcseredmény? Az építők harmadik hely, igen. OB2 harmadik, az nagyon jó eredményünk volt. De OB2 az is, OB2. Ugye? És a Spariba, hát a bajnokságban 5., azt hiszem, és a kupába egyszer játszottunk. Kupa döntőt játszottunk. De meg kikaptunk persze, úgyhogy másodikok lettünk kupával. Tehát ez volt a Spariba a legjobb. Nem, bizonyos szempontból rossz ez. Tehát rossz a lelkének az embernek, a sok gólt kap, állandóan lövik, mint a Katyusával kapja a lövéseket, a másik szempontból pedig fölhozza, tehát olyan, mint egy dupla tréning, szóval sok lövésből sokat tanul az ember, és jobb lesz tőle. Tehát. Voltak olyan helyzetek a spariban, amikor már idősödtem, és már úgymond már ilyen megemberesedett játékos voltam, vagy kapus, és akkor mondtam, hogy én soha életemben 10 gólt nem kaptam, tehát 9-4 csere, bármi van. És akkor az volt, kaptunk 9 gólt, csere, kész, és kijöttem a vízből. Szóval elvileg nem kaptam soha életemben 10 gólt. És akkor ez volt a megállapodás a Spartakuszban, hogy bármi az eredmény, 9-nél ki.
Maximalista volt egyébként saját magával szemben? Hát csak voltam. Most is? Most is az vagyok. De hát nem tudom, ez jó vagy rossz tulajdonság. Mondjuk a tenisznél nagyon el tudok borulni, hogyha nem megy a játék. Már most már vízilabdában nem, mert akkor félek, hogy belefulladok. De más játékoknál azért. Igen, maximalista vagyok. De ha jól tudom, akkor a csapattársakkal szemben is maximalista volt, vagy legalábbis legendák keringenek arról, hogyha valaki véletlenül nem blokkolt megfelelően, akkor olyat kapott hátulról, verbálisan, hogy legközelebb biztos, hogy jól blokkolt. Hát a legendák azok, szépek a legendák, de talán őket kellene megkérdezni, valószínűleg, hogy megtörtént ilyen eset, de egy biztos, hogy soha nem volt ebből semmi konfliktusom, egyetlen játékostársammal sem. Valóban azért egyszer-kétszer úgy elhangzottak dolgok, de nem vagyok rá büszke, de hát annyira föl van spanolodva az ember. Például mindig kérdezték, hogy nem zavar a tömeg, meg kín a nézőközönség, meg nem is tudom hányan vannak, azt tudom, ki van kín a meccsen, vagy nem. Annyira arra koncentrál az ember, ami történik a vízbe, hogy nem is figyel arra, hogy most szidják, vagy köpik, vagy dobálják, vagy semmi. Miért haragodott meg, mondjuk? Hát többek között a blokkok miatt. Vagy hogyha megbeszéltünk valamit, és nem úgy történt. Akkor is, ha kivédtem, még akkor is egy frusztráló volt, hogy tehát nem megbeszéltük. Hát akkor is, hogyha nem lett gól, akkor is megkapották a magukért? Persze, hát muszáj volt, hát egyébként elkanászottak. Elkanászottak. De nem volt tevesve a problémát. Mai napig is összejárunk, jók valarok vagyunk, úgyhogy... De jó társaság volt az, amilyen nagyon. Lehet, hogy éppen Cservenyák Tibor az egykori kapus vetétárs az egyik legjobb barát, mondhatjuk? Hát a Tiborral is nagyon jóban vagyunk a mai napig is, a Jancsival is szegényel, amíg élt és nagyon korán elment, borzalmas. De vele is nagyon jó viszonyban voltam. De egyébként az összes kapustársammal, aki oda került ugye a válogatott környékére, én mindig jó viszonyban voltam. Tehát én soha nem éreztem a rivalizálást, hogy most... Sőt, nagyon sok esetben, legalábbis az én részemről, hogy aztán más mit mond, az egy más, nem tudom azt. De nagyon sok esetben volt az, hogy eleve megbeszéltük, hogy most ezen a meccsen te fogsz védeni, azon a meccsen én fogok védeni, ezen a meccsen te. És akkor megbeszéltük egymással is, meg megbeszéltük az edzővel is, és akkor így kialakult egy ilyen hallgatólagos megállapodás, mert tudnék, egy hosszú tornát egyedül valaki végigvéd, az a végére belehal. Tehát idegileg, fizikailag nem bírja. És elkezd védeni a torna elején a selejtezőket, stb. És akkor mire odaér a döntőre, addigra kész. Na most emiatt volt ez a cserebere, hogy védjék egy meccset, aztán te pihensz, akkor én védek, akkor te pihensz, és akkor elvileg mind a ketten aránylag pihenten kerültünk oda a döntő meccsekre. És azt így meg tudtuk beszélni egymással. Tehát soha nem volt ki egymással is. Ilyen? Hát az edző persze. Az edző. Edző. De azért... Finoman utalgattak rá? Hogy lehetett, lehetett. Hát mondjuk a Dezsővel meg lehetett ezeket a dolgokat beszélni mindig. Tehát ő nem is nagyon akart beleszólni, ugye a kapus. Őneki az volt a lényeg, hogy kapusok ott vannak, védjenek, jól, kész. És akkor úgy meg lehetett vele beszélni, hogy most úgy érzem, hogy fáradtabb vagyok, akkor jól lenne, ha ő védene, akkor. És akkor azt ő akceptálta. Azt szokták mondani, hogy a kapus az egy egyéni sportoló, egy csapatsportágon belül. Hát igen, eléggé magára hagyott. Mert mivel, hogy már nincs mögötte fal, tehát ott, ha ő rajta túlmegy valami, akkor az már... Gól. De önre ez mennyire volt igaz? Persze, ez amit elmondott, ezzel nem lehet vitatkozni, de mondjuk egy ilyen csapat összetartáson azért nem gondolnám, hogy ön akkor egy ilyen külön világban élt volna, vagy igen? Nem, abszolút nem. Mert én úgy érzem, hogy egy jó csapatjátékos voltam. Tehát persze nem vagyok könnyű ember, mondjuk azt egy percig nem állítom, hogy könnyű vagyok, de úgy azért ki lehet velem jönni helyek közel. Most nyugdíjas vagyok, nagyon jól érzem magam, és teljesen lefoglalnak az unokáim, a három gyerek, úgyhogy tökéletesen. De nem otthon ülő típus, ugye? Megy jobbra. Nem, a feleségem utazgat. Megszervezi nekem a dolgokat, úgyhogy... Világot látsz. Hát én nem vagyok az a nagy utazgató, elmegyek, ha nagyon muszáj, de itthon is jól érzem magam, tehát
eléggé betöltik az időmet a gyerekek. És a vízilabda? És jó, el is vagyok velük. És a vízilabda, jól tudom, követi folyamatosan? Hát követem, persze, követem, de hát azért ez más, ez a követés, ugye nézem, vagy meg kimegyek a meccsre, vagy megnézem tévén, vagy edzésre lemegyek, ilyesmi, az más. Mint hogyha az ember nap mint nap ott van a parton. Tehát. Hallatja a hangját? Nem. Nem? Nem is kérik meg, hogy mondjuk a szövetség... Hát benn voltam az elnökségben másfél évig, két évig, másfél évig, kettőig. De nem sok hasznát láttam. Úgy éreztem, hogy nem... Olyan szélmalomharc volt egy kicsit, tehát nem... Nem az én világom. Elmenni, üdítőt meginni, meg a pogácsát megenni, utána megszavazni azt, amit már előtte eldöntöttek. És úgy gondoltam, hogy nem az én világom, úgyhogy lemondtam. Inkább az unokák. Inkább. Legalább idegesítenek jobban. De velük néha. Nem kiabál. Ne. Nem is kell blokkolni őket. Lehet, hogy valamelyik vízilabdázónak áll? Hát nem tudom, lehet. Hát most még fiatal az egyik, az a legidősebb az most 7,5 éves. A legkisebb az meg másfél. A középső az meg 4,5. Úgyhogy még bármi lehet. Úszni tanulnak, tudnak. Jobban, mint úgy, a ahogy... Hát lassan jobban, lassan jobban. Ebben az egyben nem tette magasabb mércét. Úgyhogy nem tudom. Hát akar vízlabdázik, nem akar. Hát engem se hajtottak. Nekem csak azt mondták, hogy menjél valahova sportolni, mert egyébként börtönbe kerülsz. Mondtam, jó,